ez rossz jel. Hölgyeim és uraim, néhány perce új nap virrat ránk. 1991. augusztus 9-ét írunk. Azt ajánlom, jól jegyezzék meg ezt a dátumot, mert egészen biztos, hogy a mai nappal az emberiség történetének új fejezete kezdődik. És íme, hölgyeim és uraim, a férfiú, akinek az emberi halhatatlanságot köszönhetjük. A Nobel-díjas dr. Viktor Kupelweiser professzor. Nem látok semmit. Ez természetes, poszthibernációs tünet. Úgy látszik, sikerült. Igen, sikerült. Tudtam, megmondtam előre, hogy nem lesz semmi baj. Vérke, mi folyik itt, mi? A kísérlet sikerült, igen? Mi most hősök vagyunk, vagy nem? Legyen olyan kedves kisasszony, küldje ide a felettesét. Nem értem. Örülhetnétek, hogy egyáltalán felélesztettünk benneteket. Hát miért ne élesztettek volna fel, hiszen akkor a kísérletnek nem lett volna értelme. A háború alatt senki sem foglalkozott tudományos kísérletekkel. Lényegtelen, hogy ki nyerte meg. Semmit se képesek felfogni, nővér. A hímnemű egyedekkel való találkozás. Teljesen irreális. Mi? Ti vagytok az egyetlen élő hímnemű példányok. A férfiak régen kihaltak. Milyen évben vagyunk? 44-ben. Egészen pontosan 2044-ben. Nincsenek férfiak. És hogy nincsenek itt ablakok? Ez